Mondom továbbá, azért is jöttem, mert nagy szükségünk van egymásra. A kisebbségi és a szorvány magyarságnak nagy szüksége van Székelyföldre, de ne higgyétek, hogy nektek nincs szükségetek amazokra. Székelyföld az erdélyi magyar politika alapja, oszlopa. Székelyföld nélkül nincs erdélyi magyar jövő, nincs erdélyi magyar megmaradás. De az is igaz, hogy Erdély másik része nélkül Székelyföld is magára marad, elszigetelődik. Hiszen legalább annyian, de inkább többen élnek Székelyföldön kívül magyar testvéreink, mint itt. Nélkülük ti itt Románia gyomrában végletesen magatokra maradtok és elszigetelődtök. Tehát kölcsönös ez a szükség. Összefogásunk nélkül a többségi megosztó politika diadalmaskodik. Ne hagyjuk, hogy így legyen. Összefogás nélkül mind Székelyfölddel, mind a belső erdélyi és párciumi magyarsággal elbánnak ellenségei. Ne hagyjuk. Éppen ezért kell összefognunk. A Magyar Polgári Párt még sántít egy kicsit, mert nem olyan erős Székelyföldön kívül, mint Székelyföldön. Nagyon fontos, hogy kiépüljön a kisebbségi helyzetük miatt megfélemlített kisebbségi magyarságunk körében is. Belső Erdélyben és Párciumban. Hasonlóképpen a Székely Nemzeti Tanács csak az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanáccsal válik egyé és teljessé. Most van az 5. évfordulója annak, hogy ez a két nemzeti tanács megalakult. Idén 5 éve történt. 2003-ban Szatmárnémetiben indultunk el ezen az úton, és íme eljutottunk idáig. Eljutottunk Párciumból Székelyföldre, és ez az közlekedés kettős irányú. Az összefogás üzenetét mondanám tehát körötökben. De amikor ide jöttem, akkor nem csupán Párciumból vagy Nagyváradról érkezem, hanem egyben Európából jövök. Egyébként tegnap repültem haza Budapestre, majd onnan Bukarestbe, és autóval jöttünk fel Sepsiszentgyörgyre. Tehát Európából is jövök, és ezzel kapcsolatban idézem a neves bukaresti politológus, professzort, Daniel Bárbut, talán Tusnádfürdőn többen is találkoztak vele, aki idén a Románia csatlakozásának első évfordulóján adott interjúban erre a kérdésre válaszolt. A riporter ezt kérdezi tőle. Az elszalasztott történelmi pillanatok közé sorolja Románia uniós csatlakozását? Daniel Bárbu ezt válaszolja, keserű iróniával mondja, nem, semmiképpen nem tartom az elszalasztott történeti pillanatnak. Lényegében nem történt egyéb, mint hogy a romániai korrupció ettől a pillanattól kezdve európai korrupcióvá vált. Szellemes, szellemes, de ne hagyjuk magunkon elhatalmasodni a csalódottságot és a borulátást. Merjük remélni, hogy a hazai korrupciót lépésről lépésre fel fogja váltani az európai korrupció ellenesség. Mérsékelt bizakodással azt is
merjük remélni, és ezért tennünk is kell, hogy a romániai nacionalizmus ne váljék európai nacionalizmussá, hanem a romániai kisebbség és magyar ellenességet az európai tolerancia és demokratikus egyenjogúság váltsa fel, amelyért viszont nem is kell olyan messzire mennünk kölcsönbe, hiszen az erdélyi transzilván türelem, tolerancia és békés egymás mellett élés igazi transzilvánikumok, erdélyi értékek, melyeket a történelemből hoztunk magunkkal. Merjük remélni, hogy Európa kisebbségpolitikai téren sem fog kettős mércével mérni, hogy az emberi és kisebbségi jogok, a demokratikus esélyegyenlőség, a szubszidiaritás és a közösségi önrendelkezés alapján erdélyi magyarságunk és Székelyföld is elfoglalhatja az őt megillető helyet a nemzetek, a régió és a közösségek Európájában. Kedves testvéreim, hölgyeim és uraim, a választások évében vagyunk, helyhatósági és országos választások következnek. Ezeknek tétje túlélésünk, megmaradásunk, gyarapodásunk, felemelkedésünk, jövendőnk. Éppen ezért vegyük kezünkbe a sorsunkat, a politikai cselekvés eszközével, a szabad választás lehetőségével éljünk, és mindvégig, ameddig oda nyomjátok a pecsétet a szavazó cédulára, és elhelyezitek a szavazólapot az urnában, arra gondoljatok, hogy hiszek Székelyföld feltámadásában. Így legyen.